egyfotósok számára kiírt pályázat eredménye a jelenlegi tárlat, közölte Boros György. A fotóművész így 12 darab nagyított képen nyitotta meg a Józsa András Múzeum kiállításainak sorát 2017-ben. Mint mondta, szerinte akkor hitelesebb a tárlat, ha maga a szerző mutatja be azt. Azt választottam ki, amelyikről úgy gondoltam, hogy na ezt most megnézném nagyba. Ilyen nem teljesen tudományos módszerrel. Nagyot hibázni nem lehetett volna, mert igazából úgy gondolom, hogy maguk a képek is jók, kicsibe, tehát és így azt a nyilvánvaló csapdát, hogy azért csinál valaki valamit a képekkel, hogy amikor már amúgy is van egy millió baja, most már ne legyen több, akkor ezt elkerüli, mert egy jó képpel ezt megcsinálni, az egész más, mint egy rosszal. Az 1 méterszer 1,4 méteresre felnagyított monumentális képeken a 10-20 évvel ezelőtti Sóstól látható. Ez a művész legkedvesebb gyermekkori helyszíne. Az analóg géppel készített fotókat korszerű technikával újította fel a kiállításra. A tárlattal a Magyar Művészeti Akadémiától is meghívást kapott, így 3 képet Budapesten is láthat a közönség péntektől. A Józsa András Múzeum több tárlattal is várja majd a látogatókat 2017 tavaszán. Márciusban megnyitnánk egy másik művész kiállítását, Csizmadi a Zoltán festőművészét, aki Máté Szalkáról indult valamikor, most Budapesten és a Dunántúlon él, mint egy életmű kiállítás, hiszen Zoli bácsi már benne van a korba, hál' Istennek, de nagyon szép munkái vannak. Még márciusban nyitnánk egy vendégkiállítást Lengyelországból, a Minsz Mazowiecki Ulános Múzeumból, Ulánosok címmel, és ezt pedig szándékosan a huszárkiáltás mellé tesszük, hiszen ez volt a két híres könnyűolvas fegyverem, a magyar huszár és a lengyel ulános. Boros György fényképek Sóstorról című tárlata február 28-áig látogatható a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban.